Hát én festőszakon végeztem, én elég későn találtam ki, hogy művészetekkel akarok foglalkozni. És hát aztán felvételt. Kitaláltam, hogy művészetekkel akarok foglalkozni, és aztán felvételiztem, és nem jártam ilyen képzőgőműben, meg ilyen helyekre. Így azt gondoltam, hogy az esélytelenek nyugalmával kezdtem el felvételizni. Aztán konstatáltam, hogy nem is olyan lehetetlen az, hogy én időbe kerüljek, mert hogy az nem tudom, másfél év alatt, vagy egy év alatt inkább, amikor így intenzíven elkezdtem hát rajzolni, hát ami akkor a felvételre kellett, az alatt, hogy sikerült eljutnom ugye a szintre, amit meglepődve tapasztaltam, hogy összemérhető azokkal, akik nagyon régóta csinálják már ezt. És akkor tulajdonképpen eléggé meglepődtem, amikor felvettek, hanem amikor a felvételni rajzoltam, és megkonstatáltam, hogy ez elképzelhetően menni fog, és aztán meg is történt. És hát festőszakon voltam, először a Nagy Gábor osztályában, és aztán amikor a rendszerváltás környékén volt ez a diákforradalomnak nevezett dolog, aminek a keretében aztán bekerült szem 16 új tanára az egyetemre, akkor átmentem a Redóra osztályába, és elkezdtem járni azokra az órákra, amiket a Miklós, János, tulajdonképpen a később létrejött intermedia tanszék tanárai tartottak, illetve az új tanárok. Egy csomó új előadás volt, és kinyílt a világ. És akkor ezekben mindig lelkesen bejárogattunk. És aztán tulajdonképpen az intermedia szakot, ezt úgy végeztük el, hogy először ilyen bahiból beleírogattuk az indexünkbe ezeket a kurzusokat, amiket elvégeztünk, és aztán egyszer csak, amikor úgy összeszámoltuk, hogy tulajdonképpen milyen tárgyakat is végeztünk el, akkor kiderült, hogy a másfélszer elvégeztük a szakot azért a két év alatt. És hát aztán utána, ugye itt az intermedián eredetileg a Valicki Tamás kezdte el a számítógépes órákat tartani, és aztán ő azt hiszem, hogy 92-ben talán kapott egy meghívást Karlsruhéba a Jeffrey Show-tól, és akkor kiköltözött, és akkor a Miklós megkért, mert tudta, hogy ilyen számítógépes dolgokkal is foglalkozom, hogy akkor tartsam ezeket a kurzusokat. És tulajdonképpen így kezdődött, hogy én után vagyok az intermedia tanszéken. Azért volt egy kisebb szerepel, hogy egyáltalán nem indulja meg egyáltalán létrejön ez a dolog a parkéhoz, hogy ez mi volt? Hát mire gondolsz? A kis forradalom, vagy ilyen forradalom? Ja, hát igen. Hát abból nagyon engem szoktak ismerni, mert én voltam az ilyen nyilatkozó arc ennél a diákforradalomnál. De hát igazából az, ami az intermediát végül is egy ilyen nagyon erős kezdéssel elindította, az volt, hogy akkor egy páran, engem is beleértve, de én csak egy voltam többek közül, de Hasszáróz, a Csörgő Attila, tehát olyanok, akik tulajdonképpen már félig profi művészek voltak, és már úgy végzős környéken voltak a saját szakjukon, mindannyian ugye festőszakon végeztünk, mert most nem nagyon volt, vagy hát ugye nem létezett még intermedia szak. Ezek így elkezdtünk nem csak hogy bejárni az órákra, hanem elkezdeni használni videokamerát, műveket csinálni, nagyon erős ilyen meghívott vendégprogramja volt annak idején az Intermediának. Csináltunk ilyen egész napos tévénézést, és egy csomó akciót, egy ilyen nagyon, nagyon intenzív módon kezdődött ez el. És hát tulajdonképpen aztán most ezt így hirtelenében meg nem mondom, hogy mikor alapítódott igazából meg a tanszék, és mikor lett belőle szak, tehát mikor akreditálták azt, hogy mi volt az első felvételi. Az első felvételizők voltak az Ádám József, Seres Szilvi, Erhard Miklós, ez az első már felvett évfolyam, Tálosi Gábor,
ez most biztos ki fogok felejteni. Igen, mindegy, meg lehet nézni ezt az első és ez jóval később volt szerintem, olyan 95. Még arról meg is jelzünk kicsit, hogy ez a diák forradalom, ez hogyan zajlott? Hát alapvetően, ez nagyon-nagyon régen volt, alapvetően arról szólt a dolog, hogy egy nagyon-nagyon zárt közeg volt a Képzőművészeti Egyetem, és, vagy akkor ugye főiskola. És tudtuk azt, hogy történnek dolgok a világban, az iskolán kívül, ugye akkoriban viszonylag aktív volt, tudtuk az újlap csoport, tehát kollégákon keresztül, Komorodzi Tamáson, Szarka Péteren keresztül, hogy ezekről értesültünk. És úgy konstatáltuk, hogy hát van egy olyan kortárs képzőművészeti világ, amiről gyakorlatilag semmit sem tudunk, és egyáltalán nem kerül szóba ez a képzőművészeti főiskolán. És ez egy ilyen általános benyomás volt mindenki számára. És tulajdonképpen ebből adódott az, hogy amikor ugye a rendszerváltás szelével együtt felvetődött az, hogy valamifajta nyitottabb levegő kezdett el uralkodni Magyarországon, hogy hát jó lenne ezekről a dolgokról tudni, jó lenne ezekről az emberektől tanulni, jó lenne őket meghívni. De hangsúlyozom, hogy nagyon erősen elzártságban éltünk, tehát nem igazán ismertük. Voltak olyanok, akik egy kisképzőből jöttek, és akkor őket tanított a Birtás Ákos, meg a Károly Zsiga, meg a páran. De alapvetően ez a tájékozatlanság volt a fő motiváció szerintem. És hát ugye ez egy elég nyilvánvaló dolog, és az ember képzőművészetet tanul, és azt konstatálja, hogy már lassan végez, és csak hallomásból hall arról, hogy mi az, ami történik nem csak a világban, hanem mondjuk Magyarországon a kortárs képzőművészetben, akkor valami nem nagyon van rendjű. És hát ebből adódott tulajdonképpen ez a diák kezdeményezés, ami igazából az idézőjelből vett hatalom reakciója miatt alakult aztán tulajdonképpen a forradalomban. Tehát nem mondom azt, hogy nem volt elég radikális az, amikor azt kezdeményeztük, hogy hívjunk meg embereket, illetve minden tanár méresse meg saját magát is. Tehát, hogy valami fajta ilyen tabularázát teremtve próbáljuk meg azt újra gondolni, hogy kik azok, akiknek mindenképpen helyük van a képző, mint tanárok, kiktől lehet tanulni, kik azok, akik a kortárs művészetnek aktív szereplői akkor. De igazából az, ami, ahogy ez aztán ilyen forradalommá vált, az abból adódott, ahogy az akkori egyetemi vezetés reagált ezekre a dolgokra. Mit csináltak? Hát azt vizionálták, hogy itt kitört a forradalom és háború van. De hát rögtön elkezdtek háborúzni. Tehát nem az volt az első reakció, hogy mondja, jó, akkor hallgassuk meg, vagy nézzük meg, hogy mit is szeretnének itt a diákok, hanem kifejezetten egy ilyen harc kezdődött el az első pillanattól. Hát nagyjából ennyi végül is. És szerintem egyébként ez a fontos. Tehát, ha volt a lépcső, hogy hosszú dolog, meg lehet nézni ilyen dokumentumokat. Vannak ilyen videófelvételek, amiket a Pistótól csinált erről. Ez egy hosszú, egy ilyen egy-másfél-két éves processz volt, aminek a során, hát nem tudom én, a különböző javaslatokkal lépett fel a diákokkal, megpróbáltunk olyan semleges helyen, tehát nem a főiskolán, ilyen diákfórumokat szervezni, ahova meghívtunk
olyan embereket, mint a Jovánovics, a Peke, vagy akikről úgy hallottuk, hogy ez is, úgy tűnik, azt a kérdést tettük fel nekik, hogy mit is kéne csinálni. Tehát a dolognak a tisztasága az végül is ebből adódott, hogy nem az volt a mozgató erő, hogy most mindenkit le kell cserélni, hanem a kezdetektől felvállaltuk ezt, hogy mi csak azt tapasztaljuk, hogy nem tudunk arról, hogy mi folyik a kortárs művészetben. És ha már mi kortárs művészettel foglalkozásra vagyunk képezve, akkor itt valami biztos, hogy nem jó. De nem voltak kialakult elképzeléseink arról, hogy kiket kéne meghívni, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani. Tehát volt egy pár ilyen diákforum, amikor megkérdeztünk embereket arról, hogy gondolnak. És hát a tájzzel kapcsolatban próbáltuk ilyen javaslatokat írni. Végül aztán egyébként egy ilyen nagyon rossz kompromisszumba fordult ez a dolog. Hát egy nagyon rossz kompromisszumba fordult, mert hát igazából az egyetem, meg a tulajdonképpen a diák önkormányzat is egy picit megijedt attól, hogy ha egy kormánybiztost küld az akkori kormányzat ide az egyetemre, akkor abból mi lesz. És akkor egy kompromisszumként ugye megválasztódott a Schwabi Lajos rektornak, aki bőszen megígérte, hogy ő behív új tanárokat, és utána majd lemond, amit valahogy sokban nem tett végül is meg. És hát akkor tulajdonképpen ugye 16 vagy lehet, hogy 18 tanárt hívtak be, hívott be a Schwabi, ami hát ahhoz tehát az egész egyetemhez képest egy iszonyú pici létszám volt. Tehát, és ráadásul ugye azt megint ugye átfordult abba a dologba, hogy tulajdonképpen egy személyekhez kötődött az, hogy valami elkezdődik, és nem valami fajta ilyen megtisztulásként, hanem egy ilyen kompromisszumként történt ez meg. Azzal együtt az új tanárok, akik ugye osztályokat kaptak, hihetetlen erős lendülettel egy nagyon jó aktív levegőt hoztak ide az egyetemre. Azzal együtt, hogy egy csomónak például nagyon komoly problémája volt azzal, hogy ugye akik aztán mondjuk az ő osztályunkba kerültek, azok még a régi főiskolára, tehát erre a nagyon tradicionális szemléletre készültek éveken át. Ugye van, aki nem tudom, 5-10 évet áldozott rá az életéből, hogy felvegyék erre a főiskolára, nagyon nehéz volt bejutni. Mert valóban egy elég magas volt ez a szint, amit megkövetelt a főiskola ilyen akadémikus rajztudásban. Már a felvételinél. És hát ha valaki ugye jó pár évvel készül valamire, akkor azt szeretné, hogy amikor bejut, akkor az valósuljon meg, amiről ő felvételizett. Tehát az új szemléletű, vagy szabadabb szemléletű tanárok egy részének komoly problémái voltak azzal, hogy a hallgatók jöttek hozzájuk, akik nem azt várták, amit ők szerettek volna adni. Erről egyébként annak idején még az intermedia hőskorában csináltunk ilyen felvételeket, tehát elmentünk az új tanárok osztályaiban, és csináltunk ilyen videófelvételeket, és akkor beszélnek a diákok ezekről a konfliktusokról, meg lehet nézni. Egy elég furcsa dolog volt. De hát azzal együtt ez ilyen elég erősen indult el, és hát mondjuk a Maurer Dórával ugye az intermedia tanszék meg szak hát nagyon jó ilyen kooperációban működött a kezdetektől. Ugye a Dóra is próbált ilyen technikai médiumokat használni, de nagyon sok mindenben volt együttműködés. Mai szemben viszont nézem, mennyire volt eredményes vagy eredménytelen,
mi az, ami mondjuk máshogy csinálja, vagy már máshogy gondolod, hogy értem, hogy ezt kívánok. Már miben? Hát kapcsolatban? Ez egy szóra, de megállt meg az iskolai zárt. Hát én azt gondolom, hogy el kellett volna vinni, ha már radikálisak voltunk, akkor el kellett volna vinni a dolgot a végsőkén. Tényleg jöjjön a kormánybiztos, és akkor oldja meg ezt a feladatot, de úgy, hogy az egész dolgot, hogy itt egy iskolát kell valahogy újjászületetni, és nem azoknak a száját betömni néhány tanár meghívásával, akik valami változást szeretnek. Neked a pozíció az hogyan változik, hogy igazából nem csak egy iskolába jártál, nem csak tanultál, hanem valahogy azért bele is voltál az egészbe, befolyásolta ezt téged, vagy ez úgy érintett, vagy... Hogy érted ezt? Hát ez úgy, hogy azért felvételiztél, és utána elindult az, hogy gyakorlatilag részt vettél az iskolának egy politikai életében is. Hát ez nem igazán volt politikai élet, én azt gondolom. Tehát ennek politikai élei nem olyan voltak, inkább az volt, és ez szerintem egy jó aktivitás volt. Én tény is való, hogy egy másfél évet nagyon sok energiát beleöltem, többet kell együtt ebbe a dologba, de azt nem tartom egy fölösleges lelki gyakorlatnak, hogy tényleg megpróbáltunk tájékozódni, és megpróbáltuk megérteni azt, hogy mi is van a mi világunkban akkor, és ott Budapesten, amikor ez a dolog történt. Tehát az, hogy én kevesebbet festegettem a műteremben, mint egy ilyen világtól elvonult művész, ez nem hiszem, hogy felesleges és kárba veszett dolog lett volna. Tehát végül is megismertük azokat az embereket, megismertük azt a művészetet, azt a típusú gondolkodást, amit normális esetben egy iskolának, ami képzőművészetre képbe, ez meg kellett volna tanítania, meg kellett volna mutatnia, hogy ezek vannak. És hát ez a rendszerváltás utáni időszak, az valóban egy ilyen friss, egyrészt Kim és Tamás, ez meg abban a szempontból érdekes dolog volt, hogy hirtelen nagyon sok minden láthatóvá vált. És az, hogy ebben energiát fektettünk, hogy ha már 3-4 évig a főiskolánál voltunk zárva ezektől a dolgoktól, akkor ezt a saját energiabefektetésünkkel megismerjük, azzal végül is, hát ha úgy tetszik, akkor pótoltuk azt, ami hiányzott a főiskola akkori képzéséből. Csak hát önerőből, tehát amit most neked az intermedián így mindenki segít megtapasztalni, hogy ismerj meg műveket, művészeket, alapállásokat, egyáltalán a világot, a körülötted levő helyzetet, hát azt nekünk akkor ugye a saját magunknak kellett megtalálni. Nem ezt a segítséget, amit most már reményem szerint tényleg megad az egyetem, meg az intermedia tanszék, meg egyáltalán az elméleti képzések. Lehessen tudni arról, hogy ki mit gondol arról, hogy mi a művészet, hogyan lehet beszélni művészetről, és hogyan lehet megnyilvánulni művészet által, különböző módokon. Azt mi úgy kikutattuk magunknak végül is. Ez mennyire tekintben energiát, hogy mikor sikerült volnázni, hát én meg kell nézni a CV-met, nem tudom én számot, de azt hiszem, hogy 92. Hát ugye 92-ben diplomáztam festőszakon, és aztán utána akkor még ilyen művészképzőket, ez, ami ilyen posztgraduális képzésnek minősül, azt ilyen jobb diákok megkapták, hogy volt ilyen, hogy meg lehetett ezeket kapni, és akkor én azt hiszem 2 évig, vagy talán még 3 is így tudtam maradni.
És akkor közben tudtam elvégezni az intermedia szakot is. Ugye eredetileg mindig tanárdiplomát kaptunk, tehát arról papírom nincs, hogy festőművész vagyok, arról van papírom, hogy rajz és művészettől, tehát szakos középiskolai tanár vagyok. Nem volt más diploma, tehát nem létezett még. Vagy ez az a periódus volt, amikor én jártam, amikor nem volt művész diploma. És amikor befejezted az intermediát, és akkor utána mit csináltál, vagy mennyi történt? Hát elkezdtem a Tamás után ugye ezeket a számítógépes órákat csinálni. Tragikus felszereltséggel. Tehát volt a számítógép, ami tulajdonképpen egy feliratozó volt a videostúdióban. És de akkor ugye 93-ban. Ugye 93-ban valamikor, ezt is meg kell nézni a kronológiákban, 93-ban kezdődött ez az egész World Wide Web történet, nagyon korai, vagy korai időszaka volt ez a webnek, azt mondom, 93 legvégén jelentek meg az első olyan browserek, a mozaik, ami már nem csak ilyen munkaállomásokon, tehát ilyen kutató intézetben, meg egyetemi számítógépeken, hanem személyi számítógépeken, tehát PC-n, meg nekünk is van, futottak. És ugye a web az egy ilyen teljesen nyitott platform volt, van egy ilyen specifikáció, ami alapján, hogyha elég ügyes vagy, és van mondjuk egy szövegszerkesztő, akkor ezzel bármilyen weboldalt meg lehetett csinálni. És akkor mi már nagyon korán, 93 tavaszán, őszén elkezdtünk webben foglalkozni, és akkor rögtön egy ilyen webes kurzust is csináltam. Még úgy, hogy a szomszédba kellett átjárni a pszichológia tanszékre, feltölteni a cuccot, mert ott volt egy hálózatban kötött számítógép, amivel fel lehetett tenni egy webszerverre a dolgokat. És ez megint egy nagyon jó dolognak bizonyult, mert hát egyrészt ugye hihetetlen karriert futott be a web, nagyon korán csináltunk már hallgatói műveket, szerepeltek az Ars Electronicán, a félét, és ugye ezt a totál szakadtságot, tehát azt, hogy nincs számítógép, vagy nincs semmi, ezt ezzel, hogy egy ilyen gyakorlatilag eszköztelen dolgot kezdtünk el művelni, ezt így szinte az erényünké tudtuk tenni. És hát akkor nagyon korán ugye voltak ilyen hallgatói művek. Aztán hát a következő lépés az végül is az volt, amikor megalakult a C3, és akkor ott még tovább lehetett fejleszteni tulajdonképpen ezt a hálózati művészet dolgot. És hát igazából ez a webművészet, vagy hálózati jelenlét volt az, ami az első években egyértelműen a számítógépes órákat vagy az én kurzusaimmal dominálta. Ez nem hát ez sokáig tartott, mert aztán amikor a C3 létrejött, akkor ugye már sokkal több az ottani infrastruktúrából lehetett használni, nem tartottunk ott intermediás órákat, nem csak intermediás hallgatóknak, más hallgatóknak is egyébként. És hát 98-99-ig ez a meredeken fölfelé ívelő dolog, ez tartott. Aztán jött a Macromedia Flash, és ez ugye átalakította teljesen a világot, mert az addigi ugye a HTML meg egyáltalán a World Wide Web ilyen teljesen nyílt szabvány volt, nem kötődött cégeket, nem kellett szoftvert megvenni hozzá, hogy weboldalakat csinálj, teljesen nyitott dolog volt, hasonló a mostani open source ügyekhez. És aztán, amikor 99-ben ugye jött a 98-99-ben a Flash áttörése, akkor ez már ugye egy cég által uralt standard volt, ahogy ma is az.
És hát ez koncepcionálisan különbséget jelentett ez a szabad működéshez képest, amit a 90-es évek jelentett. Tehát ahhoz, hogy Flash csinálja, hogy meg kell lenni valami. Most már van ingyenes Flash Builder is, de szóval minden esetben egy ilyen nyitott szabvány helyett egy ilyen teljesen zárt dologgá vált a web. És ez nagyon átalakított a nemzetközi fronton is egyébként, mert a netművészeti dolognak tulajdonképpen ekkor vége volt, ugye. Szóval 98-ban volt ez a Net Condition című kiállítása a CFM-ben, ahol már ugye ott van a netművészetiség és tehát ez egy nagyon intenzív, néhány éves periódus volt. Itt van milyen reakciókhoz készülnek? Szerintem, tehát ez nagy rész reflektálatlan maradt. Ez egy nagyon fura dolog, tehát ezt én máig nem értem. Tehát ebben az időszakban, ugye, hát az Intermedian tényleg már az előtt, hogy igazából személyi számítógépen elérhetővé vált volna a mozaik, már akkor elkezdtünk kurzusokat tartani és hallgatói munkákat, közös munkákat csinálni. Utána ugye létrejött a C3, ami egy olyan, hát az egész világon ugye pont a hálózati művészetről, vagy a webről híres központ volt, a leghíresebb alkotók, akiket manapság számon tartanak, ők a C3-ba jöttek dolgozni, és ott készítettek el nagyon fontos műveket. És ennek ellenére ez így a magyar művészeti szcénában így, mintha meg se történt volna. Tehát ez egy nagyon fura dolog, nem tudom, hogy pusongani biztos nem érdemes rajta, de az azért tényleg elgondolkodtató, hogy azért a képzőművészet történetében legalábbis ritka eset, amikor mondjuk valamilyen irányzatban Budapest a világ közepe, és azért ez most így néhány évig így volt a hálózati művészettel kapcsolatban. És erről hát fogalmazom, hogy egy kevés elemzés vagy szemesül is született. Mi lett aztán, hogy ez fogom meg sikerült valamennyire feldolgozni, vagy látsz valami új utat, vagy egy csak hát a és egyébként, ahogy mondjuk a te személyes pályádba, aztán később az, hogy ne felejtsd, hogy te megmondtál el ezt képest. Hát az én személyes pályád, az egy nagyon hosszú, de más történet. Hát én ugye leginkább ezekről számítógépes interaktív installációkról szoktak nekem ismerni. De hát emellett én dolgozok teljesen tradicionális médiumokkal is. De hát az tény és való, hogy mondjuk ilyen 98 után már inkább installációkat csináltam én is. Ilyen virtuális valósági alapú installációkat. Hogy ez milyen hatással volt az én pályában, nem tudom, szerintem az ember ugye megpróbál adekvát dolgokkal foglalkozni a maga korában, és ez még nem az intermedia tanszéktől függ, hogy ez hogyan folytatódik. Az biztos, hogy aztán 98-tól már egy tök új képzési rendel kezdtünk el áttérni, már nem egyedül tanítottam ezeket a számítógépes tárgyakat, mert egyszerűen nagyon fontossá vált. Nyilvánvaló volt, hogy gyakorlatilag mindent digitális technikával kell csinálni. Tehát a hallgatóknak nagyon sok mindent meg kell tanítani ezekről az eszközökről, a lehetőségekről, és akkor ugye a Fernezei Marci, meg aztán a Lambrog is belépett a képzésben, akkor már voltak számítógépek, tehát az infrastruktúra is egy picit följebb volt. És hát egyre többféle számítógéppel készült
mű jött létre. Ahogy hát ez a tendenciában is folytatódik. Hogyan lát az elmúlt időszakban az alakulása? Visszatérhet-e egyáltalán az, hogy valamikor Pesten látkozik olyan munkás korban? Hát biztos visszatérhet, nem vagyok jós. Hát az biztos, hogy ez a hajó már elment. Tehát ez a netművészet, hálózati művészettel kapcsolatos dolog, ez nem tartom valószínűleg, hogy még egyszerűen olyan intenzitással és olyan radikalizmussal felszínen tudjon törni, mint ahogy annak idején ez megtörtént. Ja, annak idején ehhez hozzájárult az is, hogy nagyon sok, ugye a fontos művészek közül nagyon sokan jöttek ilyen perifériáról, például a keleti országokból, vagy nagyon sokan ott szocializálódtak. Tényleg ez az eszköztelenség, tehát hogy ez nem kellett pénz, ez nem kellett semmi, ez csak íz kellett, meg tehetség, hogy jó műveket tudjon valaki csinálni. És ezt az ilyen keleti szakadt országok nagyon jól művelték. Ez a dolog már nyilván nem fog visszatérni. Hát az biztos, hogy ugye abból a szempontból van egy komoly változás, hogy míg az ilyen komputerrel vacakoló művek, azok mondjuk 10-15 éve is még azért egy nagyon speciális területet jelentettek. Ugye manapság már nem lehet fényképezőgépen is digitális, ezt a videót is a YouTube-ra fogod feltölteni, meg nem tudod. Igazából ez most már nem egy műfaj. Mondjuk az intermedián ez mindig egy fontos és jó elv volt, hogy sohasem preferáltunk technikákat. Tehát az, hogy én az ilyen számítógépes vacakolásokat tanítottam, az azért nem zárta ki azt, hogy mindenféle más médium is belekeveredjen azokba a művekbe, amiket csinálunk. És hát persze amellett, hogy ugye ezeket a kurzusokat csináltam, amellett, mint ugye ilyen intermédiás tanár, ugye nagyon sok olyan dologról beszélgetek hallgatókkal, amiknek kurvára semmi körül nincs a számítógéphez. Sokszor van ilyen festészeti utána az interneten, nagyon sokan keresnek meg, és akkor festményekről beszélgetünk, vagy bármi másról. Sőt, ez mondjuk más szakosokkal is előfordul, tehát más szakról is szoktak idejönni, intermediás dolgokat hallgatni, és így belekerülök ilyen beszélgetésekben is, amiket a kutatásnak, korrektúrának, nem tudom, szokás nevezni, inkább eszmecserét mondani. Tehát mondjuk ez a nyitottság, vagy ez az eszközöknek, médiumoknak a nem preferálása, ez az intermediának egy nagyon fontos erénye. Kicsit visszatérve, hogy neked hogy tud megkülönböztetni a művészeti jelenlétedet, intézményi karrieredet, a pedagógus vagy ilyen iskolai előadói részt, nem fontos, hogy erről ja, hogy tanárnak, vagy művésznek? Hát azt mondom, hogy nem tudom. Én nekem ilyen kategóriáim nincsenek, vagy nem szeretem őket. Hát ugye a tanítás, azt ugye lehet két oldalról nézni. Az egyik az, hogy a jó oldala az, hogy egyfajta ilyen szellemi fitness-t jelent az, hogy
amikor beszélünk diákokkal a művekről, akkor a saját műveikről, akkor ugye a sajátoktól teljesen eltérő gondolkodásmódokba kell valamilyen módon beleérd magad, és olyan nézőpontokat fölvenni, amiket te talán, mint individuum sosem gondolnál végig. És ez tényleg egyfajta ilyen gyakorlat arra, hogy az embert frissé teszi, tehát az empatikus képességeket ugye növeli, és ráadásul ugye olyan dolgokat is végig gondol, amiket és adott esetben végig kíséri egy gondolatmenetnek, vagy egy ötletnek a művé válását, olyan művé válását, amit saját maga esetleg sose csinálva meg. Egyszerűen olyan típus vagyunk. Aztán van a másik jó oldala, amit kevésbé jó oldalnak szoktak sokan mondani, hogy ugye az ember egy csomó ötletét belerakja a hallgatók művébe, tehát ilyen rendes, becsületes karrierista művész, ez nem biztos, hogy jól jár, hogyha azt a néhány ötletet, ami az eszébe jut, azt úgymond elfecsérgi, tehát kvázi odaadja mások művébe. De ez engem így, szóval én mondom, ezt is egy jó oldalának tartom, mert engem ez is inspirálni szokott, és én még már is nem sose jutottam a helyzetben, hogy azon kelljek már engedni, hogy na most akkor mit csináljak, mert nem teszem be semmi. Tehát én azért még ott tartok, hogy olyan mennyiségű ilyen meg nem csinált ötletem van, hogy hány évet kellene hozzá, hogy azokat végigcsináljam még így is. Úgyhogy nem tudom, hát... Ez a művészeti, én abban a szempontból nem vagyok profi művész, hogy én engem sosem érdekelt a karrier, illetve ebben a viszonylag jól definiálható keretrendszerben, amit ilyen művészeti világnak jelenten neveznek, abban hogyan lehet így előre jutni. Tehát én azért csinálok a mai napi műveket, mert érdekel, hogy mi lesz belőlük. Tehát a saját dolgaim, azok bizonyos szempontból a saját szórakoztatásomra, idézőjelben, vagy inkább az érdeklődésem kielégítésére szolgálnak. Tehát én nem gyártok még 25-öt abból, ami egyszer jól sikerült. Ebből adódik egyébként, hogy nagyon sokfélék az én műveim, amikkel hát sok szempontból az én galéria világa az nehezen tud mit kezdeni. Úgyhogy én nem vagyok egy ilyen tipikus művész, és inspiratívnak tartom a művészeten kívüli gondolkodáspontot egyébként. Semmi bajom nincs a művészettel, csak szeretek lenni, kicsit kivetődni. Volt olyan, hogy volt egy válasz, hogy akkor most művész vagy, vagy esetleg már más irányban, vagy azért ez egy folyamat volt, nem? Szóval soha nem gondolkodtál azt, hogy akkor esetleg galériák járítás művészként? Hát nem, igazából nem. Tehát én szeretek rizikót vállalni minden műnél. Nem szeretem a jó bevált patentokat, és nem szeretem ismételni a kérdőt. Nem, csak aztán lassan, mert jön hozzám a Tímanyi Lajos, akkor felhívom. Jó van. Így a végére, hogy egy kicsit itt átszolnád az egész képzelőszeti egyetemen betöltött folyamatot, vagy karrieredet, vagy mi az intézményben? Hát
karriert. Részt vettél, és hogy igazából csak azért, hogy, hogy mondjuk ez igen mennyire dátor, vagy egy szükséges rossz, vagy egyáltalán hogyan... Arra gondolsz, hogy rektor helyettes vagyok? Vagy? Igen. Na hát, szóval én a nagyon sokáig csak is az intermediára koncentráltam, és egyáltalán nem érdekelt az, hogy az egyetem hogyan működik, pont azért, mert bizonyos mértékig ugye kudarcként értem meg annak idején ezt a forradalmi tevékenykedésnek a végét. És aztán, amikor a Königfrigyes megkeresett, hogy rektorhelyettes legyek, akkor azért konstatáltam azt, hogy itt vannak olyan dolgok, amiknek van értelme. Tehát többek között ez a dolog a 91-ben vagy 90-ben az intermedia tanszék mellett alakult egy másik tanszék is, mint úgy hittük, hogy interdisziplinális tanszék. Beke László volt a tanszék vezetője. És tulajdonképpen akkor, amit a Beke szeretett volna csinálni, annak valamilyen módon a folytatása, vagy újra megvalósulása ez a kurátor szaknak becézett elméleti szak itt a képzőn. Amit annak idején a Beke fontosnak látott, azt én most is fontosnak láttam, tehát hogy a képzőművészettel, a képzőművészeti élettel foglalkozók, a galériákban, múzeumokban dolgozók, azok ugye nagyon keveset tudtak, vagy tudnak legalábbis a pályájuk elején a kortárs képzőművészekről. Nagyon ismerik őket személyesen, semmilyen kapcsolat nincs, mondjuk a művészettörténet tanszék hallgatói és mondjuk a Képzőművészeti Egyetemen tanuló művészek között, ami azért egy ilyen nagyon fura helyzet. És ezt is fontosnak tartottam, hogy nagyjából szinkronban a Beke annak idején vállalt elképzeléseivel, amiből aztán sajnálatos módon nem lett semmi. Ezt fontosnak tartom, hogy egy helyen képződjenek azok, akik a művészetet csinálják, akár művészként működnek, akár a művészeti intézményeiben dolgoznak, sőt, akár a képzőművészet elméletével foglalkozók is fontos, hogy valahogy egy közegben legyenek. Én azt gondolom, hogy ez mind a két oldalról nagyon fontos, tehát nem csak az elmélet, fogalmazom, úgyhogy elméleti szakemberek részéről, hogy már a tanulmányaik alatt találkoznak fiatal művészekkel, vagy művésznek készülőkkel, hanem a művészek számára is, tehát a művész szakos hallgatók számára is fontos, hogy egyrészt, hogy találkoznak ezekkel az emberekkel, másrészt, hogy az ő képzésükön keresztül, ami egy elméleti képzés, de nagyon erősen kortárs művészetre orientálódó képzés, kapjanak valamifajta információkat arról, hogy hát hogyan is gondolkodik, hogyan dolgozik egy, és milyen háttérrel gondolkodik egy kurátor, vagy egy művészetelmélettel foglalkozó valaki. És hát tulajdonképpen, amikor rektor helyettes lettem, akkor ezt ugye elkezdtem csinálni, hogy ez legyen. És hát ez ugye a 3 éve elindult az alapképzés, és most felvételiznek az első mesterszakos hallgatók, tehát most szeptembertől fog elindulni az MA. Ez például egy olyan történet, ami én azt gondolom, hogy megérte a fáradtságot. Még ebből talán nyilvánvaló, hogy hát az intézményen belüli karrier, tehát az, hogy egy rektor helyettes legyek, benne legyek a hatalomban, ez engem kevéssé hat meg. Sőt, hát megfelelően utálom is csinálni az ezzel járó
unalmas elfoglaltságokat. És én már várom, hogy vége legyen. És már nem tudom sok van hátra. Mikor lesz végre egy menet? Azt hiszem, hogy egy vagy talán másfél év múlva jár le a fél ciklusunk, és akkor nekem ez elég volt ez a pár év. Biztos, hogy lehetne még dolgokat csinálni, de azt is fontosnak tartom, hogy valamilyen módon ilyesmi is legyen cserélődés. Tehát ahogy én annak idején, én a Frissonnál belecsöppentem ebbe az egyetem vezetésébe, úgy szerintem az ember automatikusan belefásul dolgokba és elfogad olyan dolgokat, amiket ilyen természeti jelenségként, amiket nem biztos, hogy el tudja fogadni. Tehát az egy fontos dolog, hogy valami fajta cserélődés legyen. Mit lehetett ezt a dolgot, amit mondjuk szeretnél egy 5-10 éves távlatban megvalósítani a saját életedben, a saját dolgaidban? Mi az, ahogy mondjuk szeretnél magadat látni, vagy abban látni 10 év múlva? Hát én ilyen nem tudtam gondolkozni. Nem tudok erre válaszolni. Oké. Köszönöm.